Kerekasztal beszélgetést tartottak a Szent Atanász Katolikus Hittudományi Főiskolán, amelyen az emberkereskedelem elleni küzdelemhez kapcsolódó szervezetek tanácskoztak. Az egyház is segít ebben a problémában, ugyanis a hit a bajba jutottak és a rászoruló emberek fontos eszköze, közölte a nyíregyházi egyházmegye apostoli kormányzója. Örülök, hogy az egyház részéről mi is képviselhetjük segítő szándékunkat. Örülök, hogy az emberi segítség mellett az egyház is az imádsággal, a lelki vigasztalással és segítségnyújtással be tud kapcsolódni ebbe a krisztusi, mondhatnám, krisztusi feladatba. A nyíregyházi segítőkész 2003 szociális egyesület 15.000 eurós támogatást nyert az emberkereskedelem elleni fellépés segítésére a Holland Nagykövetség által kiírt pályázaton. Régebben van együttműködés Magyarország és Hollandia között az emberkereskedelmi küzdelem elleni küzdelem terén. A rendőrség együtt dolgozik, hogy a kriminális világ visszaszorítanak, de azt mondjuk koncentrál arra, hogy azok, akik foglalkoznak ilyen bűnügyekkel, börtönbe kerülhetnek. Ez arra célzott, hogy elkerüljük azt, hogy emberek belépnek abban a csapdába. A magyar lányokat szexuális munkavégzésre legtöbb esetben Hollandiába, Svájcba vagy Belgiumba viszik. A szegénységből való menekülés miatt ösztönzően hat rájuk a magas kereseti lehetőség, ezért hagyják el az országot, hangzott el a konferencián. Sokszor azonban emberkereskedelem áldozatává válnak és nem tudnak hazajönni. A Nyíregyházi Egyesület 2009 óta vesz részt az emberkereskedelem elleni küzdelemben, most egy könyvet is kiadtak. Ez a könyv bemutatja, első részében elméleti síkon feltárjuk és bemutatjuk azokat a problémákat, ami megjelenik. Bemutatjuk azt a kampányt, amit általános iskolás gyermekek részére már több száz iskolában, több ezerre tehető az a fiatal, akinek ezt a kampányt bemutattuk. Ezen felül azokat a képekkel is illusztráljuk, amiket megtapasztaltunk, és amit szeretnénk feléjük közvetíteni. Mi az a probléma, ami elé nézhetnek, és ugye ennek az elsődleges célja az, hogy ne kerüljenek ki. Az egyesület másik célja egy úgynevezett shelter, azaz védett ház létrehozása az ország keleti részében. Ezek a bántalmazott lányok, illetve nők és anyák biztonságos elhelyezését szolgálják, illetve biztosítják számukra a reintegráció lehetőségét. Erre főleg azért lenne szükség, mert a legtöbb magyar lány Borsoda, Baúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből esik áldozatul. Baracsi Endre közgyűlési alelnök úgy nyilatkozott, a ház létrehozására a forrást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program biztosít. A megyei önkormányzat zászlójára tűzte ki azt a célt, hogy azokban a szociális programokban, amelyek jelenleg futnak, legyen ezek akár pályázati programok, vagy alapítványok, egyesületek által végzett szociális tevékenységek, azokban mindenképpen részt vegyem. Ezért az EFOP pályázatokat is szeretnénk kihasználni, amelyek jelenleg futnak. Éppen a múlt héten volt egy konferencia, amely pontosan ezt a célt segített megvalósítani. A segítőkész 2003 szociális egyesület a kiadványokkal is különböző reklámokkal minél szélesebb körben szeretné felhívni a fiatalok figyelmét az úgynevezett 21. századi rabszolgaság, azaz az emberkereskedelem veszélyeire.